Prima Gála Tolna vármegye kiválóságait tüntette ki a VOSZ, Prima Primissima dr. Kovács Antalt is jelölték a rangos díjra, nyílt nap a továbbtanulás előtt álló diákokat várták az ESZI-ben. Köszöntöm a nézőket, a Telepaks híradóját látják. Dr. Győri Attila főorvos, dr. Elter József mérnök hőfizikus és Törő György Fafaragó népi iparművész vehette át a megyei Prima díjat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége minden évben ezzel a kitüntetéssel ismeri el a megye kiválóságait. A VOSZ által alapított elismerés küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé. A gálát 2023-ban Szekszárdon tartották október 13-án. Nagy körül lett a rendezvény. Sokan vannak itt velem együtt, akik végig segítettük a fejlődését. A VOSZ Tolna vármegyei elnöke köszöntötte a megjelenteket október 13-án. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont a 18. Tolna vármegyei gálaestnek. Hagyomány, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a megye kiválóságainak munkáját ismeri el. A megyei Prima díjat elsőként a szakályi születésű Törő György Fafaragó népi iparművész vehette át az október 13-ai rendezvényen. Azt hiszem, hogy ennél csodálatosabb érzés nem lehet, mint ahol él és ahol dolgozik, az alkotót ott viselik el. Ez csodálatos érzés. A megyei Prima díjat a 2017-es közönségdíj elnyerése után 2023-ban dr. Győri Attila főorvos is átvehette. 97 óta itt vagyok Szekszárdon. Maga a sebészet nagyon-nagyon szép volt, nagyon-nagyon jó volt. Nekem óriási szerencsém volt, hihetetlen jó tanáraim voltak, úgyhogy az nagyon jó volt. Akkor volt egy átmeneti időszak, és most hála Istennek én úgy érzem, hogy egy nagyon ütőképes, jó erős csapatot sikerült itt építeni. A megyei Prima díjat idén Elter József mérnök, hőfizikus is elnyerte. Utazás miatt az MVM Paksi Atomerőmű ZRT műszaki vezérigazgató helyettese később veszi át a kitüntetést. Hagyomány, hogy a VOSZ elismeri a vármegyében tevékenykedő vállalkozók munkásságát is. 2023-ban a megyei évvállalkozó díjjal Magyarics László tevékenységét is díjazták. Nagyon nehéz rögös utat jártunk be, mire ide értünk, nagyon sok kollégáink vannak, akik 24 éve velünk tapossák a céget, és ők egy hűséges társak, azt lehet mondani. Nehéz helyzeteken keresztül mentünk, ahol ők is kitartottak mellettünk. Szinte nincs olyan év, hogy paksi vállalkozás ne érdemelne díjat a VOSZ-tól. Paks polgármestere szerint a már begyűjtött elismerések jól mutatják, hogy a vállalkozók érvényesülni tudnak a városban. Nagyon jó Pakson a vállalkozói kör. Van is ugye egy egyesületük is, ami nagyon jól működik, az iparos kör. És hát annak is köszönhető természetesen, hogy Pakson és környékén nagyon sok lehetőség is van a vállalkozók számára érvényesülni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a díj ez ennek is köszönhető, úgyhogy én is gratulálok számukra így a televízión keresztül is. A VOSZ 18. Tolna vármegyei gálaestjét kulturális program is színesítette. Prima Primissima díjra jelölték sportkategóriában dr. Kovács Antal olimpiai bajnokot, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatóját. A kitüntetéssel művészet, tudomány, sport és oktatás, ismeretterjesztés terén ismerik el évről évre a hazai és határon túli magyarság legjobbjait. A díjazottak kiléte december elején derül ki, az ünnepélyes átadóra Budapesten kerül sor. 1992-ben első magyarként nyerte meg az olimpiát cselgáncsban dr. Kovács Antal. A pályafutása során a világbajnoki címet is megszerezte. Ezen kívül 8-szoros magyar bajnok, 6-szoros Európa-bajnoki érmes, 24-szeres világkupa dobogós és 7 danfokozattal rendelkezik. Érdemeinek elismeréseként 2016-ban Tolna megyei Prima díjban részesült, most Prima Primissima díjra jelölték sportkategóriában. A kitüntetéssel művészet, tudomány, sport és oktatás ismeretterjesztés terén díjazzák évről évre a hazai és határon túli magyarság legjobbjait.
A VOSZ Tolna vármegyei szervezetének gála estjén dr. Kovács Antal három pontban foglalt össze, hogyan jutott el idáig. Egyik az, hogy nagyon jó helyre születtem. Ez azt jelenti, hogy olyan családban, ahol kellő támogatást, szeretetet, mindenféléket megkaptam, egy olyan testvérrel, egy olyan baráti társasággal, egy olyan kisvárossal, ahol sok mindent el lehetett érni, és végül is abból a születésem idején 10 000-es kisvárosból tudtam olimpiát és világbajnokságot nyerni. Második pont az, hogy mindig voltak olyan emberek mellettem, akik megláttak bennem valamit, és akik segítettek és támogattak. Ez benne volt a sportban, benne volt a tudományos életben, aztán a munkában. Egyik ilyen mentorom itt ült teljesen véletlenül mellettem a széken. Tehát mindig volt olyan ember, aki segítsen. A harmadik pont pedig, amit talán édesapámtól tanultam, hogy mindig csapatban gondolkodtam. Dr. Kovács Antal 2005 óta a Paksi Atomerőmű munkavállalója, 2012 óta pedig a cég kommunikációs igazgatója. Aktívan részt vesz a magyar sport jövőjének építésében. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, a Magyar Judo Szövetség szakmai alelnöke. Pintér Ferenc, a VOSZ Tolna vármegyei társelnöke segítette, hogy a jelöltek közé kerüljön. Volt egy ígéretem. Ezt én találtam ki, hogy soha nem volt Tolna megyének prima primissimás kitüntetése, és ezért úgy gondoltam, hogy a Kovács Anti olimpiabajnok, világbajnok, világkupa győztes, Európa bajnok, minden, ami csak létezik, családapa, munkahelye példaértékű, és azt mondtam, hogy szavatartónak érzem magamat, addig nem hagyom abba, még ezt az egyet nem teljesítem. A Prima Primissima díjazottak kiléte december elején derül ki, az ünnepélyes átadóra Budapesten kerül sor. Dr. Gál Gábor lett az országos évvállalkozója díj Tolna vármegyei kitüntetettje 2023-ban. A fog- és szájbetegségek szakorvosát a színpadon köszöntötték a VOSZ Tolna vármegyei szervezetének gála estjén, október 13-án. Dr. Gál Gábor 2022-ben a megyei évvállalkozója, idén pedig az országos évvállalkozója díj tulajdonosa lett. Az elismerést a budapesti gálán veheti majd át. A tavalyi után ez egy hatalmas meglepetés volt, nem gondoltam volna, hogy ez meg fog történni. Valószínűleg, hogy ez egy tükör az ember tevékenysége után. Én igazából cselekszem, teszem a napi dolgaimat, nem figyelek arra, hogy most éppen mi történik. Nem nézek visszafele, mindig előrefele, de valaki ezek szerint figyel. Úgyhogy elsősorban itt valószínűleg a betegek irányából jönnek az információk, és akkor ezek eljutnak mindenhova különböző szintekre. És külön érdekesség az, hogy talán szerintem először volt először, hogy tavaly én megkaptam a megyei díjat, és most következő éve pedig egy országosra jelöltek, úgyhogy nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik ezt számomra megelőlegezték. A VOSZ gáláról bővebb összeállítást tekinthető meg szerdán a Közéleti magazinban. Rangos szakmai zsűri előtt mérettette meg magát, és megőrizte fesztiválkórus minősítését a Paksvárosi Vegyeskar október 14-én. A kórus az Éneklő Magyarország, Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége minősítő hangversenyén adott számot tudásáról a Paksi Evangélikus Templomban. A Vegyeskart évek óta szoros kapcsolat fűzi a Kalocsa Kamara Kórushoz, így ezen a koncerten minősülhetett a kalocsai kórus is, amely kamara kórus kategóriában arany fokozatban részesült. A minősítő hangversenyt közös koncert zárta. A minősítő eredményét hosszabban is értékeli a Paksvárosi Vegyeskar vezetése csütörtökön a Paletta című kulturális magazinban. Ágazati tájékoztatókkal, bemutatókkal várták az érdeklődőket az Energetikai Technikum és Kollégium nyílt napján. A továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik Csanádi Zoltán, az intézmény igazgatójának előadását követően tapasztalatokat szerezhettek az ágazatokon folyó oktatásról, és részletes tájékoztatást kaptak a szakág vezetőktől. Megtudhatták azt is, miért érdemes az ESZI-be jelentkezni. Nagyon sok szeretettel köszönöm. Csarádi Zoltán, a Paksi Energetikai Technikum és Kollégium igazgatója köszöntötte az ESZI csarnokban az intézmény hagyományos nyílt napján, október 13-án a pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket.
Ilyenkor hirdetjük meg azokat az ágazatokat, területeket, amire lehet jelentkezni az iskolába. A 2024-25-ös tanévben 6 különböző ágazatot hirdetünk meg. Ezekről kérem részletesen tájékozódjanak a www.eszi.hu weblapon. A látni fogják az ágazaton kívül majd azokat a szakmákat is, mi 10. évfolyam után majd az ágazati alapvizsgó után lehet választani itt az iskolában. Csanádi Zoltán azt is kiemelte, miért érdemes az eszébe jelentkezniük a diákoknak. A technikumba jelentkezők érettségi vizsgát kapnak, ugyan, mint a gimnáziumba járok, ezen kívül lesz majd egy szakmájuk is 5 év alatt, itt tulajdonképpen az érettségi bizonyítvány mellé egy szakmai okleveles gazdagodik a hozzánk a tanuló, ami mindjárt egy emelt szintű érettségi vizsgának számít. Tehát aki ide jár az eszébe, annak minimum lesz egy érettségi bizonyítvány, a szakmai okleve egy emelt szintű érettségie, sőt, ugye rengeteg ösztöndíjban is részesülnek az ideálló tanulók, az igazán jó tanuló diákja, amik 11-12. És a 13. évfolyamon is havonta 59.000 forint ösztöndíjban részesülnek. Ezen kívül a sikeres technikusi vizsga után egyszeri pályakezdési járandóságban is részesülnek a diákok, amelynek összege a jól teljesítő tanulók esetében elérheti a 300.000 forintot. A nyílt nap során az érdeklődők saját tapasztalatokat szerezhettek a szakmai kínálatból a csarnokban kihelyezett standoknál. Megfigyelhették azt is, ahogy az informatika és távközlési ágazat tanulói által készített és programozott robot kirakja a Rubik kockát. Az érdeklődőket diákok kalauzolták, köztük Till Mercedes, a gazdálkodás és menedzsment ágazat 9-ese. Ez az iskola sok mindenre megtanít az életbe, és egy biztos pontot nyújt, hogyha nem tudod esetleg, hogy milyen irányba szeretnél tovább menni. Ez az iskola egy biztos érettségit ad, meg egy szakmát, és azért bármerre el tudsz helyezkedni. És hát jó a fizetés is, nyilván a fiataloknak ez egy fő célpont. Nagyon kedvesek a tanárok, megértőek, mindig ott vannak, ha kell, és nagyon jól elmagyarázzák az anyagot. A pályaválasztás előtt álló tanulók számára a szaktantermekben részletes tájékoztatást nyújtottak a szakágak vezetői a következő tanévben induló ágazatokról. Dobronai László filmrendező, operatőr volt a vendége Molnár Imréné Ancikának az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Gesztenyés úti klub termében október 14-én. A rendezvényen a szeretetről, az egymásra hangolódásról, az időskor lelki szükségleteiről beszélgettek a filmes szakemberrel, aki 1993-ban egy baleset következtében 4,5 percen át volt a klinikai halál állapotában. Dobronai László halál közeli élményeiről, tapasztalásairól is beszámolt a megközelítőleg 50 érdeklődőnek. Hétfőn este kevés fátyolfelhő várható, majd késő estétől egyre több és vastagabb fátyolfelhő érkezik fölénk. Csapadék nem lesz, a változó irányú, majd a keletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 plusz 6 fok között alakul. Kedden napközben fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel, estétől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 13 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!